Szia Csaba! Szia Zoli! Azért a mi ismerettségünk most már lassan 20 pár éves, még egyetemi korunkból, ugye te is Keszthelyen végeztél az Agráron, mint kiderült egy évvel később, mint én. Erre már ez, ennek az emléke már nem volt olyan teljesen friss. És az is kiderült, hogy amióta végeztünk te a libákkal foglalkozó, vagy lúd, ahogy ezt rendesen mondani kell. Egy kicsit mesélj magadról, hogy hogy kerültél a libázás környékére, és egyáltalán mi az, amit csináltok a Kisbéli Lúd Kft-ben? Hát abszolút a keszthelyi éveimnek köszönhetem ezt a karmát. Ugye egyébként én Keszthelyen főpraxi voltam, azért ezt tegyük hozzá, aki az sokan nyerik el ezt a címet. Az egyik legjobb barátomnak a nagynénje ajánlott, amikor végeztünk egy állást a Vadexnál Székesfehérváron, és lovasként így kerültem bele a vízi szárnyas tenyésztésbe. Vadexnál dolgoztam egy pár évet, és a Bábolna RT-től kaptam egy felkérést, hogy menjek át oda dolgozni, és akkor az mondjuk egy szakmai csúcsnak számított abban az időben. Én a Bábolna RT-nek a lúdtenyésztési főmérnöke voltam. Abban az időben ez a legnagyobb ilyen jellegű vállalat volt Európában. Azt sajnos ugye végelszámolták, de közben mi csináltunk a volt feleségemmel egy saját céget, és ebben is lúdtenyésztéssel foglalkozunk. Aztán a bábolnai évek után a Kiskunfélegyházi Integrál ZRT-től kaptunk felkérést arra, hogy ludakat tartsunk nekik, akkor még csak szaporítással foglalkoztunk. De 98-ban megvásárolta az Integrál a bábolnai szürke landeszi fajtát, amit egyébként előtte 2005-ig én tenyésztettem, úgyhogy visszakerült ez a hatáskörömbe ez a fajta. És gyakorlatilag 2008 óta a nemesítéssel foglalkozom. 2015-ben létrehoztunk rá egy tenyésztő egyesületet, egy teljesen új tenyésztési módszerrel dolgozunk, és ugye a tulajdonos átlett keresztelve Integrál MB09-re ez a fajta. Erről annyit kell tudni, hogy a magyarországi libamáj előállításnak a 40%-a az ebből a fajtából kerül, tehát abszolút piacvezető. Hát, hogy kicsit így szakmába is belemenjek, ez egy fajta tiszta tenyésztés kereteibe történik, ez egy védett magyar fajta, ami mondjuk az én munkámat azért elég jelentősen megnehezíti, mivel ugye ennek a libának minden tulajdonságban kiemelkedőnek kell lenni, és bizonyos tulajdonságok egymással antagonisztikus ellentétben vannak, de igyekszem ezt azért megoldani. Elég nagy sikerrel, hiszen a libánk az rengeteg elismerést kapott az elmúlt években, mondjuk kezdhetném az Omékon a baromfi tenyésztési nagydíja 2015-ben, vagy 2019-ben egy baromfi tenyésztési külön díja jutalmaztak. Kaposváron is a Hódmezővásárhelyi gazdanapok utóbbi 4 évben be a nagy díjat mi kaptuk a libánkra. Tehát általában az hatna elismeri azért ezt a fajtát. Meg egyébként a világ 42 országában történő export során is elismerik a tulajdonságait. Hát a munkám az már régóta az én fejemben arra irányul, hogy átmentsük valahogy ezt a libát a 21. századba. Ugye itt az állatvédelemről biztos, hogy hallottál sokat, a négy mancsos sztoriról, tehát gazdasági érdekekből azért eléggé támadják ezt a töméses hízlalást, és bizony Európának az a része, aki módos és megteheti, hogy ezt a prémium terméket fogyasztja, az elég jól el is utasítja ezt a fajta technológiát, úgyhogy meg kell oldani azt, hogy ezt a tömést kihagyjuk a sorból. Erre folytatok én nemesítést, tehát egy önálló vonalat hoztam létre a fajtán belül, amit mi boldog libának hívunk, de majd a nyugati piacokra az ilyen
Goose Product by Self-Feeding. Magyarul nehéz megfogalmazni, mert mi önként azt használjuk, hogy tömés nélkül, de én ezt a tömés szót kiszeretném hagyni, mert ugye valamiért ez már elég pejoratív egyébként. Nem tudom, tudod-e, hogy a magyar agrár végzősöknek a 30%-a már elutasítja ezt. Tehát ha már agrármérnökök is elutasítják, hogy tömve legyen, és ez csak egyszerű média, nem is ismerik azt, hogy hogy történik. Ugye te jársz sok fele, ahogy látom, tehát szerintem, ha ismernék, hogy hogy nevelnek egy broiler csirkét, vagy egy liszlót, akkor sem. Ja, ott is lenne baj. Mesélj nekem egy kicsit a számokról, mennyi törzsállom, mekkora törzsállományod van, mennyi árulibát állítotok elő. Érdekelne, mert a piacon nagyok vagytok, hogy milyen számokkal nagyok vagyunk. Hát gyakorlatilag 2019-ben közel 1 millió végtermék libát állítottunk elő. Most ezt úgy mondom, ez az integrál csoport keretein belül, tehát ennyi lett levágva Félegyházán, az integrál ZRT-nél. Ugye az én feladatom az volt, meg még az is talán, de most a madárinfluenza kicsit rendezkedik, hogy a gyárba bekerüljön ez a végtermék mennyiség, ennél közel egy 10%-kal több napos liba kell ehhez. És a rendszer az úgy néz ki, hogy nekem itt van fönn két telep, ahol a nemesítés zajlik. Aztán innen kerülnek ki az országba több helyre szülőpár telepekre szülőpár libák. Ebből egy ilyen 40 ezres létszám ma bírunk. Most ennek egy része az az integrál, meg az én érdekeltségemben van, illetve szoros partneri viszonyban dolgozunk, és képkeltető üzemből kerülnek ki a napos liba. Összesen 4 céghez, tehát az integrálnak van egy saját cége, az ennek az 1 milliónak a felét vitte, és akkor a másik felét még 3 másik vállalkozás. Ugye ez a lúd tartás, ez döntően ilyen kisüzemi körülmények között zajlik. Tehát ezek az integrátor cégek, partneri gazdaságokban, amelyeknek a döntő többség egyébként ilyen kis termelő, őstermelő, adják ki nevelésre, és a felnevelt libákat pedig tömésre. Úgyhogy ez nem nagy üzemi kettek között, vagy vannak kísérletek. Mennyire befolyásolja, most ugye előkeveredett itt ott a madárinfluenza megint, hogy álltok ezzel, befolyásolja most az életeteket? Ugye a libatartás sokszor szabadtéri, tehát ott könnyebben. Elég diplomatikusan fogalmaztam, mert olyan brutális madárinfluenza járvány van, mint még soha. A múlt héten már 4 milliót elkerült a kiirtott állatok száma. A koronavírus miatt nem kap nagy publicitást, mert most arról szólnak a hírek, de félelmetesek. Úgy összehasonlításképpen 16-ban 1,5 millió állatot írtottak ki, tehát lassan elérjük a háromszorosát. És január óta elrendelte az országos főállatorvos a zárt tartást, de így sikerül a járványt megfékezni. Meg nem csak vízi szárnyas be egyébként, hanem pubika, broiler, tojótyúk, tehát mindenféle barom. Bács megye, Csongrád, Békés. Hogy sikerül pótolni ezt a rengeteg állatot szerinted a piacra? Azért, hogyha 4 millió állat kiesik, azért az óriási szám. Sehogy. Hát az csak az írtás, és akkor még a figyelembe vesszük, hogy tenyész állatokat is írtottak egy csomót, ugye az nem fog termelni keltető tojást, tehát óriási hiány lesz ezekből a termékekből. Akár pecsenye kacsa, akár pecsenye liba, akár hízott kacsa, akár hízott liba vonatkozásával. Mondjuk azért ezek nem jó hírek. Hát a nagy vágóidak meg fognak állni, tehát még ilyen még nem történt. És hogy áll ez az influenza? Kezd visszaszorulni legalább, vagy még azért tartja magát? Hát most úgy gondolom, hogy talán olyan szinten sikerül, mert nincs állat egyszer, nincs mit kipusztítsa. Még a múlt héten voltak újabb kitörések, tehát ráadásul most már Kerekegyháza
környékén tojótyúkokban van, a magyar árutojás előállítás 58%-a ott zajlik, tehát ha még oda is bemegy, akkor arról már biztos cikkeznek, mert az a közt is elég keményen érinteni fogja. Igen, nem lesz tojás, hogyha lesz drágább. Na, ugye ezek a vízi szárnyasok, amivel én foglalkozom, azért döntően exportra megy, bár az utóbbi években azért a magyar a piac az egy 10-szeres növekedést érte, olyan 2%-ról 20%-ra ment. Meg hát szerintem itt a koronavírus után elég komoly kampányok lesznek, mi is részt veszünk egyébként ebbe, tehát forgalmazzuk is a liba termékeket, úgyhogy ha látsz ilyen libás autót, az én vagyok, és akkor tehát próbáljuk ezt a részét is csinálni, meg megismertetni a magyar emberekkel, mert egyébként már nem annyira drága ez a termék, mint ahogy megfizetettem. Jellemzően magyarországi áruházláncoknak szállítotok, vagy kiskereskedelmi értékesítésben, ilyen kisebb húsboltokban, vagy boltokban tudtok szállítani? Mi inkább az utóbbit választanánk, ahol az átlagemberekhez egyszerűbb eljuttatni. A multiknak a finanszírozási részét, meg az üzletpolitikáját se tudnánk vállalni. Tehát ott azért kitartják az árakat. Mindenképpen, meg olyan fizetési határidők vannak, ami a mi vállalkozásunknak megfér be a lehetőségeit. Hogyha valaki tőled ilyen terméket szeretne venni, akkor ezt ott kisbéren tudja megtenni, vagy az előbb említett boltokba kell keresni? Nem, van már. Hát a honlapunkon ez a kisbérilud.hu, vagy a libásautó.hu, ott minden információt van. Ezt építgetjük, ezt a kis hálózatot, partnereket is keresünk, tehát most indulunk. De ott Debrecen környékén vannak már üzletek, meg itt Kisbér környékén, igen. Hát, ha csak tudunk, mi is írtadunk róla, hogy ilyen jó dolgaitok vannak. Én szerintem azok a felhasználók, akik ingyenc felhasználók, ők mindenképp kell, hogy liba termékekkel is találkozzanak. Azt mondta, valakivel beszélgettem a napokban, hogy attól, hogy az éttermek megszűntek praktikusan üzemelni, ugye most lassan-lassan újra élednek, azért abban volt, például zöldség-gyümölcs ágazatban volt egy 10-20%-os visszaesés. Érezhető ez nálad is, hogy megszűnt az étterem, kevesebb a libahús értékesítés? Hát mi ezt november-decemberben kezdtük el, mert tudatosan úgy készültünk, hogy idén őszre álljon föl ez a rendszer, mert azért a liba termékeknek döntően a fogyasztása az azért oda korlátozódik. Mondjuk szeretnénk, ha ez majd változna, de ilyen téren még így nem tudok nyilatkozni ebbe, de egyelőre az a termékcsoport, ami a magyar éttermeket érintheti, ez a sous vide technológiával készült mell vagy comb, kacsa és liba fajba, ezt nem is ismerik még, mert nem volt még idő megismertetni, mivel bezártak az éttermek. Ugye ennek az a lényege, hogy egy kacsát vagy egy libát, azt egy több óráig kell sütni normál esetben, ezért nem szerepel az étlapon, vagy előre meg kell rendelni. Ezeket a sous vide termékeket pedig ilyen 20-25 perc alatt el tudják készíteni, mert csak készre kell sütni. Tehát elő van készítve a konyha részére, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek lesz majd keletje. Ez egy jó lehetőség, hogy nekem legalábbis tetszik, mondjuk nagy éttermi szakértelmem nincsen. Azt visz egy kicsit a gazdaságodhoz, az összes teleped, ahol állatokat nevelsz, tenyésztesz és nevelsz, ezek mind ott van a Kisbér környékén, vagy több helyen vagytok az országban? Nem, több helyen van. A nemesítő telep van Kisbéren, van egy tenyésznövendék nevelő Panóhalma mellett, és egy szülőpár telepem az meg Mélykúton van, ott egy nevelőtelep. Találsz magadnak elég munkaerőt, vagy be tudod őket jól tanítani arra, hogy a higiénére is figyeljenek, ne csak az állatra? Nekem hála Isten ebből szerencsém van, mert nagyon régi kipróbált harcos társaim vannak, úgyhogy nem érintett ez a kérdés abszolút. Tehát nekünk, tudod, ez egy kis családi vállalkozás.
Hát a dolgozók is olyanok, mintha családtagok lennének. Itt a minimum munkaid az 10 éve nálam dolgozik, annál csak régebben. Van dolgozói hűség. De egyébként olyan szinten mondjuk tudok hozzászólni ez a kérdéshez, hogy az utóbbi időben sokan megállítanak, hogy eljönnének dolgozni, tehát ilyen szinten az tapasztalható, ugye rengeteg munkahely megszűnt, és akkor ez nem volt jellemző, egy 2 évvel ezelőtt szerettem volna arra Mincentpusztai telepre fölvenni valakit, akkor megkerestem munkaügyi központokat, Győr, Kisbér, járáshivatal, hirdettünk egy telefonrezdülés nem volt, ahhoz képest most minden héten legalább 3-4 ember megkeres, hogy jönne dolgozni, úgyhogy és ezt gondolom, hogy így is marad, mert azért lesznek olyan létesítmények, amik nem nyitnak ki a koronavírusot. Na jó, hát én azt kívánom nektek, hogy a éttermek nyitása után meg is ismerjék ezeket a kiváló termékeiteket. Én remélem, hogy előbb-utóbb élőben is találkozunk, és ezeket a telepeket meg is szemlélhetjük. Az a nem titkolt ötletem van, hogy a telepeitekből, amelyeket te szebbnek tartod, azt bejelöljük a Magyarország legszebb birtokára, de ezt majd még eldöntöd, hogy elfogadod el a jelölést, vagy nem. Nagyon keressük azokat a szép telepeket, akik nem csak szépek, azóta tapasztalatunk eddig, hogy azok a gazdaságok tudtak bejutni és érdemileg szerepelni, ahol valamilyen komplexitás volt, és az nálatok megvan. Tehát nem csak hogy neveltek állatot, hanem tenyésztetek, és a végén a vertikumnak a másik oldal is megvan, tehát a feldolgozás, illetve az élelmiszeripari kiszállítás. Telep szinten azok a telepek tudnak versenyezni, akik a növénytermesztésben részt vesznek. Te is tudod, hogy amióta a növénytermesztési ágazatot támogatják, meg ráadásul Magyarországon aránytalanul eltolódott az, hogy vannak ilyen nagy növénytermesztő gazdaság, kolosszális fejlődésen mentek át. Ugye a baromfi meg a sertés ágazat az kimaradt minden támogatásban, tehát ez meg is látszik azért. Tehát nekünk mondjuk szép rendezett telepeink vannak, de nem űrállomások. Ennyi. Tehát azért én tudnám, hogy lehetne ezt úgy fejleszteni, hogy az ilyen címre is jogosult legyen. Na, majd megnézzük ezt. Jó egészséget nektek is. A madarak azok biztos, hogy verhetetlenek azért. Amit elsoroltam, kiállítási győzelmek, az bizonyítja. Tehát az biztos, hogy az különleges dolog, meg az világszínvonal. Ugye a libamáj az hungarikum, az első 20 hungarikumban fönn volt a libamáj tálon. Jó van, megnézzük, nem menekülsz, és jó egészséget és jó madárinfluenza-mentes egészséget is kívánunk nektek. Remélem halljuk, látjuk egymást a közeljövőben, vigyázz magadra, szia! Köszönöm szépen, szia!